Üdvözletem! Csütörtök van, úgyhogy flaszterezünk még hozzá Pápai Györggyel, az Ellensúly felelős szerkesztőjével. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. És Lukács Csabával, a Magyar Hanglap igazgatójával. Jó estét, újságíró, maradjunk ennyiben. Akkor sztorom. Valami történt, amíg nem voltam a szerkesztőségben. Nos, én azt a címet adtam a mai műsornak, azt nem tudom, hogy ez lesz a címe, de én mindenképpen ezt adtam, hogy Kádár népe hely. Mert hogy készült egy beszélgetés Siklak István szociálpszichológussal, ezt a HVG-ben jelent meg, és nagyon érdekes tételmondatokat mondott, és arra gondoltam, hogy mi így hárman, Csaba, mint Székely, Gyuri, mint reménytelen fővárosi, és én, mint zempléni, hogy így elkezdünk okoskodni azon, hogy vajon akkor ebből a Kádár népe helyből mi az igazság, tehát, vagy mennyi lehet az igaz. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy ez, amit Kádár népének mondunk, gondolunk, van egy ilyen kategória tulajdonképpen, amit mindjárt egy kicsit részletezünk, hogy mennyire igaz ez. De az a legegyszerűbb, hogyha elkezdem így tételenként felsorolni azokat a cölöpöket, amiket én itt fontosnak láttam, és akkor beszélgessünk róla. Tehát a cikknek a felvezető gondolata az így hangzik. Szilárdan benne van a magyar társadalomban a tekintélyelvű berendezkedés. A mentalitásnak a Horthy és a Kádár rendszer is megfelelt. A liberális demokrácia nem idomult ehhez, ám a következő tekintélyelvű rendszer Orbán Viktor vezetésével újra tökéletesen megfelelt ennek, vagyis a tekintélyelvű berendezkedésnek. És ehhez jön még egy gondolat, ez pedig így hangzik. A tekintélyelvűség abban is megnyilvánul, hogy az ember nem a saját erejére, tehetségére támaszkodik, hanem az államhatalomtól vár megoldást. Ez a fajta hozzáállás volt jellemző a Horthy és a Kádár rendszerre, és ez tért vissza most is. És ugye amikor szoktunk beszélgetni arról, hogy próbáljuk ezt a polgárfogalmat, mert ugye mi így próbáljuk életbe tartani, ugye a polgári Magyarország gondolatával együtt, hogy ki a polgár, meg mi a polgár, akkor nagyon sokszor elhangzik az, hogy ez a saját erejére támaszkodó, önálló ember, aki döntéseket hoz, vállalja a következményeit, és a többi, és a többi. Na ezzel szemben meg azt mondja nekünk ugye Siklaki István, hogy hát bizony a magyar közgondolkodás az meg pont, hogy nem ilyen. A G-nap utáni Magyar Nemzetben volt egyszer egy nagyon érdekes írás, ha jól emlékszem, egy volt fideszes írta, aki pont azt a pillanatot elemelítette föl, amikor a Habony Árpád ezt az ideát eladta magának a Fidesz vezetésnek. Hogy azt mondta, hogy a Kádár győzött, ki kell dobni ezt a polgári Magyarország gondolatot, és a kádári lakossággal, vagy a Kádár népével kell választásokat nyerni, és ez történik. Tehát a 10 kiló krumpli, meg az Erzsébet utalvány, meg ezek a politikai szavazatvásárlások, azok pontosan ezt mutatják. De ez csak a felszín, mármint hogy a krumpli, meg a Erzsébet utalvány, a mélybe, meg én is látom. De a Fidesz pontosan tudja, hogy egyszerűen az értelmiséggel nem kell foglalkozni, mert nyavajog, kérdései vannak, kételyeket fogalmaz meg, az egyszerű embereket, a Kádár népét kell megfogni, és ez megy is a Fidesznek. Csak hogy az egyszerű emberek mindenképpen Kádár népe lenne, ezen érdemes elgondolkodni, tehát sokszor egyik oldalra ez a szegénység népe. Tehát, hogy bármennyire is jól teljesít, meg dübörög az ország, mégis krumplival kell választást nyerni. Itt azért én látok némi ellentmondást, tehát biztos, hogy ez nem feltétlenül Kádár specifikus. Az biztos, hogy vannak olyan típusú magatartás minták, amiket az előző rendszerben örököltünk, csak én itt ahhoz kapcsolódnék, bár nem tudom, hogy pontosan hogy hangzott az, amit Siklaki mondott, bár olvastam én is a cikket, de nem emlékszem. Hey. Tehát, hogy itt van egy ilyen érdekes okokozati összefüggés, vagy ennek a felcserése, tehát, hogy mindenképpen erőskező vezetőre, vagy tekintélyelvű vezetőre vágyik ez a nép. Én nem érzem, hogy mindenképpen erre vágyna, inkább azt mondanám, hogy ez nincs feltétlenül ellenére, hogyha így alakul. Ami látszólag csak egy ilyen szemantikai csűrés-csavarásnak tűnik, de szerintem azért ez fontos, mert nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy ez semmiképpen se lehetett volna másként, tehát hogy mindenképp ide kellett, hogy vezessen, vagy pedig, hogy valamit ide vezetett, de azért továbbra is ezzel szemben szólaljunk föl. Tehát itt azért mindenképpen fontos egy hangsúlykülönbséget tenni. Nem magamat akarom reklámozni, de pont a Magyar Hangba írtam a választás előtt két héttel egy cikket, amiben az volt, hogy emlékezzünk 2015 tavaszára, hogy ott is azért, amikor egy kicsit versengőbbnek, plurálisabbnak látszott egy pillanatra a magyar demokrácia, azt nem vette azért olyan rossz néven a magyar, mint olyan. A fideszesek egy része lehet, hogy rossz néven vette, de sokaknak éppen egy olyan pezsgést hozott, mint amit most is érzünk, hogy lehet, hogy van, akik a krumplit várják a politikától, de akik meg most egy felszabadulásként érik meg bizonyos nagyvárosok visszavételét, azok meg... Tehát, hogy van a magyarságnak az a része is, amelyik nem feltétlenül a tekintélyelvű vezetőt várja. Nyilván, csak ugye itt egy ilyen, mégiscsak egy valamiféle általános közérzet, vagy nem tudom, ez nagyon nehéz megfogni, hogy miről is van szó. Menjünk, várjál, csak hogy menjünk egyet beljebb, és akkor vagy lejjebb.
mélyebbre talán. Azt mondja, megint csak ugye Siklaki. Sok generációba ivódott bele történelmileg, hogy életben kell maradni. A Kádár rendszer a maga igénytelen szintjén, de mégiscsak minimálisra csökkentette az egzisztenciális bizonytalanságot. A vérünkben van, hogy valahogy meg kell élni, ehhez képest az egyéni szabadság és az ehhez kapcsolódó demokratikus értékek a második vonalban vannak. Hát szerintem jó esetben a második vonalban vannak. Szóval amiről sokat szoktunk beszélni, hogy történhet meg ez, meg ez, meg ez, és akkor ilyen... Mindig, ami nincs, az hiányzik. A rendszerváltás idején a felmérések azt mutatták, hogy az emberek legjobban a szabadságra vágynak, hiszen abból volt hiány. Ha most készítenek egy felmérést, akkor ilyen dolgok vannak, tehát időről időre kijönnek ilyen felmérési eredmények, hogy nem a szabadság meg a demokrácia fontos most, hanem a létbiztonság, a biztos állás, az anyagi jólét. Tehát egyszerűen eltolódtak a prioritások, és most az emberek, amitől félnek, arra keresnek választ. Romániában is voltak ilyen felmérések, hogy Ceausescu a 90-es években megnyerte volna a választást. Tehát bizonyos értelemben nagyon, nagyon komoly stratégiai, vagy nagyon helyes stratégiai döntés volt, hogy lelőtték, mert így nem tudták őt visszaválasztani. Aha. Tehát egész egyszerűen, ami hiányzik, az túlértékelődik, és ma a létbiztonság és a munkahely, meg az ilyen megélhetése kapcsolatos dolgok foglalkoztatják az embereket, és cserébe hajlandóak föladni, azt is írt a Siklaki, hogy föladják a szabadságukat, ha valaki ezeket úgy tűnik, hogy garantálja. Azért annyit mondanék a Ceausescus párhuzamothoz, hogy itt azért nálunk is az történt, hogy az utódpárt első körben kiszorult a főhatalom gyakorlásából, de visszatekintve fel ne tudja, hogy ez annyira jó volt, mert így minden a rendszerváltó pártok sarának tűnt hirtelen. Tehát, hogy minden, ami korábban jó volt, az a pártállamtól volt jó, és minden, ami rossz jött, az jött Antalékkal is. Egyáltalán ez a furcsa, versengő, vitatkozós, nem tudom milyen demokráciával. És tehát, hogy nem azt, tehát egy pillanatig sem azt mondom, hogy bárcsak a volt kommunisták valahogy nem Horn Gyulával, hanem korábban jöttek volna vissza, de így még inkább elvált az a típusú felelősség, azt hiszem, ami a Kádár rendszert a legjobban megérdemelték volna. Hogy az ő nyakukban szakadjon. 94-ig a kormányzás, abszolút. Úgyhogy persze nyilván ezt könnyű mondani, de ezért is áll elő az, ami a HVG cikk hivatkozik arra a felmérésre, amit azt hiszem Szabó Andrea és Gerő Márton, MTA kutatók készítettek arról, hogy hogyan ítéli meg a magyar lakosság a különböző rendszereket, és tehát ezt a köztes időszakot, mert mint a 90 és 2010 közti időszakot, az messze a legmélyebbre értékelik. Ehhez képest vezet generációknak kudarc élmény. Az Orbán rendszer. De az is volt. Hát igen, az is volt. És az Orbán rendszer már ehhez képest vezet, de messze magasan a Kádár rendszeren. Ezzel sokat szoktunk vitatkozni egykori MDF-esekkel, akik ma már nem MDF-esek természetesen, hogy én például a 90-94 közötti időszakot úgy éltem meg, mint hogyha megszűnt volna a központi hatalom. Egy ilyen totál káosz, kavalkád, zűrzavar, össze-vissza csapkodós, kapkodós, aminek nyilván megvoltak az okai. Na de, ha már itt tartunk, rendszerváltás. Következő tétel az így hangzik. Anyagias elvárás társult a rendszerváltozáshoz, ebből fakadt a lelkesedés, hogy mi akkor ugyanolyan demokrácia leszünk, mint a nyugat, beköszönt itt is az irigyelt jólét. A felelősségvállalás, a teljesítmények és a hasonló értékek viszont nem voltak emögött. Tehát, hogy azt gondoltuk, hogy nincs ára. Hogy ha úgy megjelenik változás. Úgy, igen, hogy megjelenik ez a nyugatias valami, tehát tele lesznek a boltok, és itt is majd már lehet nem csak bocicsakit, hanem Milkát is vásárolni, és ezeket ismerik, ezeket a párhuzamokat, hogy akkor tulajdonképpen ezzel a kirakat átrendeződéssel, ami a politikában, a közéletben, a társ mindenhol megtörténik majd, hogy akkor majd itt is. De oké, csak tényleg nem volt mögötte semmi. Nekem azt hiszem törvényszerű, hogy először a vadkapitalizmus jött. Az is, igen. Tehát hozták a Milka csokit, csak nem tudtad megvenni, mert a munkádért nem adtak annyi pénzt, hogy... Hát ha volt munka. Ha volt egyáltalán munkádért. Igen, az biztos, hogy... Tehát egy kicsit úgy tűnik, hogy jött valami forma, ami azt vártuk, hogy rögtön megtelik tartalommal, és ez nem történt meg. Hát kérdés, hogy erre az a reakció, ami most van, hogy akkor dobjuk ki a formát is. Tehát, hogy akkor mégsem ragaszkodjunk annyira ezekhez a keretekhez, vagy pedig próbáljuk megtölteni tartalommal. Hát, hogy az utóbbi hajó elhúzott-e, vagy elment-e már, azt hiszem, az a nagy kérdés. Tehát, hogy ha egyáltalán visszajutnánk egy ilyen demokratikusabb versengő demokráciához, akkor ki, meg hogyan tölteni meg ezt tartalommal. Ami engem még így megfogott, ez a teljesítményelvnek a kérdése. Mm-hmm. Mert azt hiszem, hogy ez egy fene nagy problémája a magyar gazdaságnak, társadalomnak is egyáltalán, mert tehát, hogy egyrészt nagyon szívesen lenne ilyen piacbarát az ember, és azt mondja, hogy igenis minden nyílt versenyben dőljön el, de hát nem voltak meg hozzá az induló feltételek. Ez teljesen egyértelmű, tehát kik tudtak privatizálni, külföldi vállalatok, az a menedzser réteg, amelyiknek valahogy még az előző rendszerben is voltak erre forrásai, kapcsolati tőkéje vagy egyéb tőkéje. De közben mi erre a válasz? Az a fajta, hát ilyen, ami
kicsit néha szerintem úgy érzem, hogy igazságtalanul, de Lánci Andrásnak mindig kiragadják ezt a mondatot, hogy ami a Fidesznek a legfőbb politikája, tehát hogy ezt nem feltétlenül a korrupcióra értette, bár mi hajlamosok vagyunk érteni, úgy értem, hogy a Fidesznek a legfőbb politikája az a, hogy mondjuk a nemzeti tőkés réteg mindenáron való megteremtése volna, de hát a mindenáron az az ár, hogy nem teljesítmény alapon fog megtörténni. Oda megyek a szomszéd falubelihez, sajnos nem is teljesen viccelek, és azt mondom, hogy gázszerelőként mostantól te leszel a milliárdos. És ez megint a másik véglet, mintha elközött lehetne itt csak ingadozni, hogy vagy a verseny hátrányban alul maradunk, vagy pedig egy ilyen teljesen túltolt nepotista módon teremtjük meg a lehetőséget arra, hogy legyen versenyző gazdaság. Valószínűleg ez egy nagyon nagy hibája vagy felelőssége talán a rendszerváltó generációknak, hogy nem sikerült a középutat megtalálni, mint oly sok mindenben sem, de hogy követvethetünk-e rájuk, az más kérdés. Persze, erre. Nekem még az, most az ugrott be, hogy egy nagyon jó tanárom, aki azóta század végnél ilyen kutatási igaz, nem tudom valami, igen, de ettől függetlenül nagyon jó tanárom volt. Ő mondta azt, hogy, és akkoriban nem nagyon értettem, amikor ezt így hallgattam én az ő óráján, hogy a rendszerváltáskor valami olyasmi történt, hogy megfogták a régi írott és íratlan szabályokat, és nagyon fontos az íratlan szabályok, meg a szokásjog, meg ahogy a társadalom berendezkedett, és így súgy kidobták, és, de viszont nem tettek a helyére újat. Tehát, hogy nem került be egy új értékrend. És hogy szerintem a Fidesz abba lett jó, hogy tök mindegy, mit gondolunk a Fidesznek az értékrendjéről, de fogta és berakta erre a légüres helyre a sajátját, és most ez adja a működésének a keretét. Hát mi is ebben küzdködünk, meg ezzel nem próbálunk valamit. Na, még valamit a rendszerváltásról, mert ez nagyon hajaz az előzőre, azt mondja, hogy nem azt kapták, amit vártak, úgy érezték, ez nem jött be. Mi volt hát a másik alternatíva? A régi jól ismert tekintélyelvű megoldás, hogy majd egy erős vezető, meg majd az állam helyrehozza a félrement dolgokat. Ebben a térségben, vagy ebben a régióban, vagy tőlünk keletre ez egy teljesen bevált gyakorlat. Tehát egyszerűen vannak olyan országok, amelyek nem érettek meg a demokráciára. Tehát látjuk a kísérleteket Szíriába, Líbiába, ahol próbálták ezt az amerikai demokrácia exportot, nem működik. Mi valahol itt a határon vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy mi azért már megértünk erre, de még itt sem működik jól a történet. Tehát egész egyszerűen igényel az egyfajta kultúrát, egyfajta polgári hozzáállást, hogyha vannak demokratikus játékszabályok, azokat betartjuk. Barabási Albert László mondta ezt, amikor az illiberális rendszerekről beszélgettünk, és matematikai modelleken azt vetítették előre, hogy minden országban nyerni fognak az illiberális módszerek, mert egész egyszerűen a demokrácia az túl sérülékeny. Hogyha valaki úgy ül le az asztalhoz, hogy ő tudja, hogy nem fogja betartani a szabályokat, viszont az összes többi betartja, akkor ő hülyére nyeri magát, hiszen nem tartja be a játékszabályokat, és nincsenek meg azok a fékek és ellensúlyok, ugye, ami most éppen Kövér László mondta, hogy ez micsoda marhaság, hogy nincsenek meg azok, amelyek az ilyen típusú embereket meg tudják fogni, hogy ne tudjon a saját képére és hasonlatosságára alakítani egy világot. Magyarországon ez történt. Igen, ez valószínűleg egy intézményrendszeri kérdés lenne, tehát azon is lehet vitatkozni, hogy miért nem sikerült olyan stabil intézményrendszert létrehozni, ami meggátolja azt, hogy bizonyos politikusok túl terjeszkedjenek a saját hatáskörükön, hogyha a liberális demokráciát komolyan veszük, és nem azt a szalmabábot nézzük, amit mostanában fideszes oldalon csépelni szoktak, az pont erről szólna, hogy abból indulunk, hogy igenis mindenkiben ott vannak a rossz ösztönök, és hogy éppen egy ilyen ember kerül hatalomra, akkor azt valami féken tartsa. Persze erre lehet azt mondani, hogy nagyon nehéz ilyen intézményeket létrehozni, hogyha nincs meg hozzá az a fogadókészség az állampolgárok részéről, hogy igenis kimenjenek tiltakozni, ha, és akkor itt nagyon sok hat mondhatnának, ha így nyúlnak hozzá az alkotmányhoz, ehhez, ahhoz, amahoz. De biztos, hogy itt mi nem az alkotmányért szoktunk hevülni, hanem legfeljebb a szabad internet használatért és egyébként. Jaj, már azért az alkotmányért. Jó, de hát azért is, de bocsánat, tehát, hogy... Nem. Azért nagyságrendileg mások, nagyságrendileg többen mentek ki a... Jó, bocsánat, csak hogy szamat ne felejtsd, tehát hogy azért nagyon sok múlik azon, még, mert ez is benne volt, hogy mit várunk el a politikusoktól. És szerintem tényleg azt várjuk el, hogy ők úgy megoldják a dolgokat, hogy helyettünk oldják meg a dolgokat, hogy lehetőleg eddig a fejem felett döntöttek, mostantól a sajátjaim döntsenek a fejem felett. Na de pont a magyar rendszerkesztősége az a példa, ami aztán ennél polgári dolgot el sem tudok képzelni, amikor egy kis közösség a saját sorsát. Nem is szeretnek minket. Hát nem is, pontosan, nem is tudnak velünk mit kezdeni. Hogy egy kis közösség a vállára veszi a saját sorsát, és mindenért felelősséget vállal, mindenért, és a siker is rajta múlik, a kudarc is rajta múlik, nincs mögötte támogató. Tehát szerintem ez a 100%-osan vegy. Igen, csak egy olyan világban élünk, ahol az élni és élni hagyni el nem érvényes. Én ezt nem mondtam, hogy nekünk jó ettől, csak mondom, hogy ez egy igen, hogy itt ezen a pár négyzetméteren aztán megvalósul. Na, azt mondja, záró akkordként, nagyon, egyébként szerintem érdemes elolvasni, most így nagyon kimazsoláztam belőle egy-két gondolatot.
Szerinte a mai hosszú távon kudarcos rendszer, ugyanakkor, ahogy a rendszerváltáskor, úgy most sincs meg a társadalomban a teljesítményelvű, demokratikus rendszerben szükséges tudás és készség, az Orbán kormányok pedig keményen dolgoznak azon, hogy ez ne is alakuljon ki. Hát összeszerelő ország épület, ezt látjuk. És aztán, hogy végképp szomorúak legyünk, ezért valószínűleg sokáig fog tartani, míg a társadalom ki tud kecmeregni a jobbágy mentalitásból. Én most azon gondolkodtam, bocsánat. Milyen optimista ez, a sokáig fog tartani, tehát egyszer megtörténik. Hogy így magamhoz ragadom most a szót, hogy amiről majd fogunk beszélgetni, hogy mi történt az országban, Budapesten, a nagyvárosokban is, vidéken, hogy is néz ki ez az ország kép per pillanat, hogy lesz még egy csomó ilyen. Nagyon sokszor fog még a NER vagy valamiféle NER-szerű akármi győzedelmeskedni és nagyon hülye rendszereket építeni. Aztán lesznek ilyen kisebb-nagyobb győzelmek, még olyan is lesz, hogy aztán baloldali, meg liberális, nem tudom, hogy nevezzük, átlendül az inga. De hogy sajnos be kellett látnom, vagy legalábbis én most már kezdek megbarátkozni vele, hogy a mi életünk az biztos, hogy ezzel fog telni, hogy ezek az erők így morzsolják egymást. És aztán ebből majd, és sajnos itt ilyen 100 évekről lehet szó, már amennyiben a történelem ezt megengedi nekünk, hogy itt 100 évekig... Klímaváltozásnak ez lesz nekémi hozzászólni valójában. Tehát feltételezve azt, hogy olyan kegyelmi állapot köszönt be, hogy mit tudom, itt 200-300 évig akár lehet még itt a történelemmel kísérletezgetni, vagy a demokráciával kísérletezgetni, akkor majd egy-egy ilyen hülye bukfent után egy nagy győzelem, megint egy kétharmados, megint valaki elkezd kúzust építeni, és ebből egy idő után aztán majd így összemozódik, de hogy ebből mi egyének szerintem... Te ezt már megszívtad. Hát ez már szerintem 89-ben kiderült, hogy ez nekünk nem... Nem tudom, hogy kiderült a 89-ben, ezt majd meglátjuk. Tehát, hogy szerintem azért az egy nagy kérdés, hogy sikerült-e itt a politikai kultúránkat végképp tönkre vágni az eddigi kurzusoknak, vagy nem, sem? Nem. Csak közben a másik nagy kérdés, hogy amit Csaba mond, hogy azért tőlünk nyugatabbra sem rózsás a helyzet, és ahol fölüti a fejét az illiberalizmus, ott egyre inkább a felé lejt a pálya, főleg, hogy változik a politika, mint olyan, az eszközrendszere, a közösségi média végképp tömegesítette a tömegdemokráciát. Ezek szerintem nyitott kérdés. Nekik volt néhány jó évtizedük. Ellentétben velünk. Igen, mi a pont szívtunk tényleg lelkesen. Meg azt gondolom, hogy az a nem mindegy, hogy ez a bizonyos történelmi ing, amely ugye most úgy képzeljük, hogy ide-oda lenged, ez, hogy mondjuk itt volt, és akkor náluk onnan leng valamerre, vagy nem is volt soha ebben a szabadságos tartományban, vagy túlszabadságos tartományban, és onnan húzzák el valóban nagyon illiberális irányba. Tehát volt egy pár szép év, maradjunk. A génap utáni három felett boldog esztendőre van. Nem, tehát nincs ezzel gond, hogyha az ember tud nem egyénként ránézni, mert tényleg azt gondolom, hogy majd aztán ebből majd lesz valami, de hát nagyon nehéz nem egyénként ránézni. Azt hát látok, persze, hogy... mert nyilván azt én is emlékszem, hogy ha valaki ezt el tudja mondani egy nagy történelmi folyamatként, hogy mi ott vagyunk egy ilyen kevésbé felfutó ágon, akkor úgy másképp beszélzem. De hogy a saját személyes életem felül nézem, akkor hagyjon engem békén a történelem. Tehát. Igen, beleszületni egy lefutó ágba. Nos, kaptam egy levelet egy vidéki kisvárosban élő olvasomtól, most nem Sátrajóhelyről van kivételesen szó, és arról írt, és nagyon elgondolkodtam rajta, amit írt, hogy benne volt egy szavazatszámláló bizottságban, hogy próbál őszintén örülni annak, amit így sugároz most az ellenzéki média, ez a Budapest a szabadság városa, és hogy az áttörés meg, hogy ezeken a vidéki nagyvárosokban is ott íme a NER összeomlott, és már repetezik, és a többi, és a többi. Csak hogy közben az ő valóságuk meg az, hogy mindenkonál korábbinál nagyobb arányban nyert a Fidesz, hogy baromira jól működött a lejárató kampány, ami ezzel a egy-két nyomorút szerencsétlenül vergődni próbáló ellenzéki jelölt eszemben bedobtak ott helyben, és nem, hogy minden maradt a régiben, hanem úgy élik meg, hogy sőt, még rosszabb is lett, még tömbösebb lett, még durvább lett. Hát ilyen 60-70-80%-kal nyerő fideszes vidéki polgármestereket látunk. És tényleg, hogyha ránézünk a választási térképre, akkor azért azt látjuk, hogy szoktunk beszélni az ország ketté szakadásáról, ez ilyen népszerű téma, de most azért tényleg van egy ilyen. Én azt gondolom, hogy mindig a változások a nagyvárosokból indulnak el. Tehát ilyen szempontból ez egy jó jel. Megdőlt az a mitosz, hogy a NER verhetetlen. Tehát Budapesten legalábbis és néhány nagyvárosban sikerült megverni. Ez erőt is, meg példát is adhat más helyeknek. Meg én, Romániában is a forradalom nem véletlenül, hogy nem Dömbovica piripócson kezdődött el, hanem Temesváron meg Bukarestben. Tehát a NER-nek a lebontása is valahol nagyvárosokban fog elkezdődni. Én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy jó jel. Valóban a Fidesz nagyon komoly eredményeket húzott be, de hát ezekkel a média viszonyokkal, ami neki van, ezzel hát művészet lett volna nem ezt az eredményt behozni. Számomra az a csoda, hogy el tud bukni olyan kerületeket, ahol ember emlékezett óta a fideszes vezetés van. Én abban bízom, hogy elindult valami,
és ennek a hatása le fog sugározni azokra a területekre is, ahol eddig el sem tudták képzelni azt, hogy más is nyerhet. Igen, de ehhez képest az eredmény biztos egy kicsit összetettebb, és én azt érzékelem, most van egy ilyen tendencia is, hogy aki ezt objektívebben próbálja nézni, vagy kimondja az idézőjelben mondom, szomorú igazságot, azt nagyon keményen sortűz alá veszik mondjuk a közösségi médiában, tehát ilyen volt mondjuk Hont Andrásnak a cikke a HVG-ben, aki viszonylag konzekvensen végigvette, hogy mi ez az eredmény, és azért ő kapott hideget, meleget ezért. Tehát én értem azt, tehát nagyon fontos, amit a Csaba elmondott, és csak ehhez csatlakozva, vagy ezt továbbvéve mondanám azt, hogy azért egy választásnak többféle képe is lehet. Tehát ott volt mondjuk korábban is egy fideszes kétharmados győzelem, de mellette volt egy olyan igazság is, hogy közben az ország fele nem a Fideszre szavazott. De ugyanígy itt most van egy ellenzéki győzelem, vagy győzelemként érzékelt helyzet, és közben azért a Fidesz hozta azokat a számokat, mint a 18-as választáson, sőt többet is, amit most elért. Nagyon nehéz ezt most átfordítani egy országgyűlési választásnak az arányra. De soha ennyi médiája nem volt korábban, igen, mint most. Tehát persze, az is megvan, csak hogy ugyanott tartunk, hogy a Fidesz hozott egy 49%-ot 18-ban, az EP választáson 52%-ot, most meg lehet vitatkozni, hogy ez egy 50-53%-os listás aránynak felelne meg egy országgyűlési választáson, tehát nagyon stabilan és komolyan megvannak a bástyák, de közben hát egy, most az ellenzék számára szerencsés optikai csalódás, hogy viszont a versenyben egy-két dolgot nagyon figyelünk, és ott az ellenzék győző. Tehát polgármesteri helyek, főpolgármesterség. Na de az milyen jó szó, amit mondtál, ez az optikai csalódás, hogy pont én valami ilyesmit szerettem volna ebből kihozni, vagy gondolkodtam azon a levélen, amit én kaptam, hogy milyen lehet nekik, akik ott vannak ezeken a településeken, ahol továbbra is verhetetlennek és lehetetlennek látszik az, hogy ők bármit is tudnának kezdeni hát a NER-rel szemben, és azt látják, hogy közben az országos médiában meg valóban van egy ilyen most már aztán. Ott biztos rossz lehet megélni, sőt ráadásul. És hogy mit kezdenek maguk? Bocsánat, és még az, hogy így a választások után gondolkodtam, amikor láttam, hogy egy-két számomra fontos településen mekkorát hasal az ellenzéki összefogás, és nem az ellenzéknek szurkoltam, hanem annak, hogy kiszabaduljanak ebből a nyomorult középkori szisztémából ezek a települések, amiből beletolta őket a fideszes városvezetés, hogy azokat a közösségeket, amelyek most összeálltak sok helyen civilek, tényleg valóban civilek, hogy nekem úgy tűnik, hogy ők most szét fognak széledni, már pedig csak úgy működne a dolog, hogyha valahogy valaki, vagy valaki, nem tudom, összetartják őket, és a következő 5 évben is kőkeményen dolgozna. Csak igen, közben meg az optikai csalódás, hogy ott van Bükkábrány, nem szegény Bükkábrány, bocsánat, nem lesz szokni róla, ott van szegény Bükkábrányban ez a, mit tudom, egy 10 fős egyesület, akik kőkeményen harcoltak, és mondjuk 25%-ot szereztek, és azt látják, hogy itt közben hatalmas szabadság ünnep van itt 0-24-ben Budapesten, ők meg ott szívnak a fideszes polgármester alatt a hétköznapokban. Tehát, hogy fogod, mit mondasz nekik, hogy lehet őket ott tartani a közéletben, mert ha kivonulnak, akkor aztán végképp tarolás. De nekik jobb lett volna a helyzetük, hogyha Budapest is elbukik? Nem. Nem, legalább... persze, azt nem mondom, hát nyilván ez egy olyan... Biztos, hogy nem, emberileg viszont biztos, hogy rosszabb meg. Én beszéltem olyan polgármester jelölttel, aki nem érezte magát se túl esélyesnek, se túl esélytelen, de úgy nagyjából be is áraszt, hogy egy-két helyen majd győz az ellenzék, ő legfeljebb nem fog. És azt megérni, hogy ilyen áttörés volt, de még így sem sikerült, az meg sokszor tényleg ilyen demoralizáló vagy visszahúzó. Lehet, ezzel együtt teljesen igazad van, hogy ha Budapesten se sikerült volna, akkor mitől ja, lenne jobb? Csak nehéz lehet így végigélni most 5 évet, hogy akár itt voltunk a változás kapujára. Én azt gondolom, hogy ez egy esély, hogyha itt a budapesti kerületeknél és azoknál a megyei jogú városoknál, ahol az ellenzék győzött, kiesik egy csomó csontváz a szekrényből, és már pedig reményeim szerint ki fog esni, akkor tovább halad az a negatív spirál, amiben én most látom a Fideszt, hogy botrány hátán jön ki, és nem tudnak mit kezdeni, és ez egy jó jel lehet a következő választásokra, mert egész egyszerűen ők láthatóan nem, a válsághelyzeteket nem tudják kommunikálni. És az ellenzéknek ebben van esélye, hogy minél több olyan korrupciós vagy botrányos ügyet kihozni, ami védekezésre kényszeríti a Fideszt, mert ezt a fonalat most elveszítették. Hát meglátjuk még, hogy alakul, mert én úgy érzem, hogy tulajdonképpen ott volt áttörés, ahol mondjuk számottevő ellenzéki média nélkül is volt egy mondjuk így, vagy polgári öntudat, vagy egyszerűen egy hatalmas ellenérzés a Fidesszel szemben. Most sokan bíznak abban, hogy ha majd most lesz helyi média és egyébek, de hát pont ott lesz, ahol ezek szerint már megvolt az áttörés. Igen, tehát itt a 9. kerületben ülünk, semmilyen ellenzéki média nem volt. Igen. Jött ez a 9. kerületi valami bulvár szar, ami gyakorlatilag kizárólag a Fidesszel foglalkozott, meg a Fradi TV, vagy a Ferencváros TV, meg a... és Baranyi
hülyére verte a fideszes polgármestert. Tehát nem feltétlenül média igen. kell ahhoz, hanem egész egyszerűen az embereknek elegük kell legyen valakiból. Meg kell egy olyan arc. És ez biztos, hogy megvan, csak azért azt ne felejtsük el, hogy szinte szimbolikus volt, hogy ugyanaz nap voltak a lengyel választások, amikor nálunk az önkormányzati választás is. Azért ott bizony az látszott, hogy hiába nagyon masszívan kormányjelenesek a nagyvárosok, azért a jog és igazságoság a vidékre támaszkodva nagyon szépen tudta nyerni ezt a választást. Tehát szerintem most nagyon hasonló helyzet van, mint ott, ilyen szempontból, viszont ez mindenkinek egy buzdítás lehet, hogy ha megvolt az első lépés, akkor van honnan áttörni, vagy még tovább. Meg a Fidesz elveszítette a közép és fiatal generációt, és mondjuk 3 év múlva a táborának jelentős része már nem fog szavazni, mert addig nem. Ó, de ezt már mondtuk szerintem többször is az a helyzet. Igen, nagyon csúnya matek, de szerintem. Én kétszer voltam választási ilyen akármi, az EP választáson meg most is, és mind a kétszer elmentem a mozgóurnával. És a mozgóurnát általában nagyon súlyos helyzetben lévő emberek kérnek. Nem tud mozogni, be van szorulva a saját lakásába, stb. És döbbenet volt azt látni, hogy amit mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt egy az egyben az MSZP szavazótábora volt, ezek az idős, reménytelen helyzetben lévő, borzasztó állapotú emberek, az egy az egyben most a Fidesz tábora. Tehát gyakorlatilag megörökölte a nyugdíj. Honnan tudod, hogy kire szavazott? Hello. Mindenki büszkén. Tehát én mindenkinek felajánlottam, hogy elfordulunk. Volt, aki nem is tudta megfogni a tollat. És mindenki azt mondta, hogy büszke, hát én nem akarom. Vagy hogy mondjam, mindenki tudja rólam, hogy én Fidesz szavazó. Hát persze, hát Fidesz. Tehát ő ezt elmondta. Uh-huh. Nem igényelte. Meg az volt egy másik történet, az egy külön sztori, hogy az öreg otthonban úgy jöttek a láthatóan demens idős nénik, hogy a cetlire föl volt írva, hogy Tarlós, fideszes polgármester, fideszes képviselőjelölt, és nem tudott írni sem, és megkért, hogy húzzam be, és értelemszerűen a választói akarat világosan ki volt fejezve, nem húzhattam be mást, de hogy neki az ott volt a kezében a cetli. Jó, csak úgy eszembe jutott. Kis kukacoskodás. Igen, és ha mindig én voltam a negatív, akkor annyiból hadd legyek pozitív, hogy tulajdonképpen azért volt olyan időszak, amikor az MSZP-ről is azt gondoltuk, hogy egy ilyen társadalmi beágyazottsággal, ilyen versenyelővel rendelkező pártot soha nem lehet leváltani. És hogy mi lett az MSZP-ből, azt láthatjuk. Tehát ez ugyanúgy most is megtörténik, csak úgy jó lenne, hogyha nem pusztán demográfiai folyamatok, hanem valamiféle választói. Ja, meg nem 300 évi. Nos, Pápai Gyuri mindig szereti, amikor olyan témákat dobok be, amiről nem volt szó. Egyébként indul az új rovatod, azt tudtad? Hát igen, mivel írok bele. Jó, így óvatatlanul kell ehhez némi egy az ászló címe és... Nem, pont, hogy több az ászló. De már. Az egy az ászló az egy másik tábornak a jelszó volt, a több az ászló az onnan jön, hogy én azért... Ez egy másik tábort a rovat, amit... Kösz szépen. De annál alapnál én akkor is, én csak akkor voltam, de mindegy. De hozzátéve, hogy engem mindig is ez érdekelt, hogy mi zajlik itt az ellenzéki térfél, meg egyáltalán hogyan lehet kicsit plurálisabbá tenni ezt a magyar valóságot, hát erről fogok véletlenül. Ez alatt a több az ászló. Jó, ez csak azért csak, hogy zavarba hozzam magamat, meg, és aztán most téged is, hogy mit szóltok a miniszterelnök úrhoz? Tényleg nem beszéltünk róla, hogy ez legyen téma, csak én most megnéztem ezt a tegnap esti beszédet is, ami azért sokat mondnál, október 23-án baromi fontos volt a Fidesznek a nagy tömegrendezvény. Hát nyilvánvalóan most nem akarták kitenni annak a kockázatnak a miniszterelnök urat, hogy... Így is kiabáltam egyet, amikor mentem. Hát de az, gondolj bele, egy szabadtéri valószínűleg elég komoly húzakodás lett volna a nézők között minimum. Szóval, hogy de ettől függetlenül is meg ugye előtte a parlamentben a hatházi Ákosos is közjáték, hogy mit gondolunk most Orbán Viktor állapotáról, nem arra gondolok, amire a nézők gondolnak, hanem a politikusi állapotáról. Nekem most annyira nem... Meglepően visszafogott. Ugye? Meg nem konfliktus kereső, nem ez volt korábban. De ez következik szerintem ebből a helyzetből. Az a baj, hogy nem tudom, hogy kinél olvastam, ezért most el fogom teljesen lopni, hogy egy kicsit olyan ez a helyzet, mint amikor két ellenfél szemben áll egymással, de mindig azt mondja a másik, hogy a másik üssön először, és akkor én visszaüthetek. Mm-hmm. Tehát így van most az ellenzék meg a Fidesz. Azt hiszem, hogy egy nagyon kényes helyzet van, főleg az önkormányzatokban, mert az ellenzéknek egyszerűen most teljesítenie kell. És a Fidesz abban érdekelt, hogy ez rosszul sikerüljön, viszont hogyha túlfeszíti a húrt, akkor lehet, hogy még inkább maga ellen hergeli Budapestet. Hódmezővásárhely lám. Igen, tehát hogy ez egy nagyon kiérezett, vagy lélektani nagyot. Küzdelem, és én úgy érzem, hogy most abban a fázisban van Orbán Viktor, hogy ti üssetek először. És én azt szépen megvárom. Azt nagyon nehéz elképzelni róla, és szerintem G. Fodor Gábornál, meg mindenhol olvashattunk a Skorpionnak a természetéről, aki a végén úgyis marni fog. Tehát hogy én azt hiszem, hogy ilyen egy kicsit az orbáni hatalomgyakorlásnak a természet, és hogy mindig előre kell, mindig kijebb kell tolni a határokat, nem lehet kompromisszumot kötni. Nagyon tényleg meglepetést szerezne Orbán Viktor, ha most hirtelen a kompromisszumkész politikus imázsát mondjuk másfél éven keresztül megőrizni. Én nem erre számítok, én sokkal inkább arra, hogy igenis keresik azt a témát, ahol úgy lehet konfliktus generálni, hogy a többség az ő oldalukon legyen. Csak ez még készül a boszorkány konyhában. Még a pluralizmusnál, meg a nem is tudom, minél is jobban lejáratott és
elkoptatott kifejezés ez a konszolidáció, nem? Ezt már annyiszor kérdeztük, hogy mikor jön már az Orbáni konszolidáció? Hát én sem gondolom, hogy most jön. Cashman-lapokat olvasva nem úgy tűnik, hogy erre készülnének fel. Uh-huh. Nem, az viszont látszik, hogy arra, tehát, hogy ami egy nagyon érdekes dolog, hogy optikai csalódás ide vagy oda, de hogy most a Fidesz megmondó emberei körében érezhető az, hogy egy új valóságra kell ráhangolódni. Tehát ők maguk beszélnek arról, hogy itt vége van a centrális erőtérnek, hogy most egy jóval duálisabb politikai tér lesz, és ehhez kell alkalmazkodni. Én most nem akarok ilyen nagy predikciókat tenni, vagy ilyesmit, de most jön egy hosszú választásmentes időszak. Én nem lennék meglepődő, hogyha jövőre lenne mondjuk egy népszavazás. És történetesen egy olyan népszavazás, amit nem az ellenzék kezdeményezett, hiszen ilyen nagyon nehezen tud átmenni. Ha visszagondoltok, lehetett azon mosolyogni, szerintem mindannyian meg is tettük, hogy a Fidesz a betelepítéssel, úgynevezett betelepítéssel kapcsolatos népszavazásnál nem ugrotta meg a saját magát a túl magasra tett létszett, de közben összekovácsolt egy olyan heterogén választói koalíciót, amit 18-ban el tudott vinni szavazni. Ó, de jó lesz már végre. Szerintem nem lesz itt olyan nagy csend. Csak meg kell találni azt a témát vagy formát. Az új lap. Na, továbbra is nagyon igazgató úr, aki újságíró. Nagyon jó lapot csinálunk, úgyhogy vegyék, és nem akarom lelőni a poénokat, még én sem olvastam. Ezt még nekem sem nézni kell. Frissen jött ki a nyomdából, de nagyon jó vidéki riportok vannak mindig nálunk, úgyhogy érdemes. És kiváló publicisztikák. És nagyon és jó elmondhatják nekünk a véleményüket. Hogy ez egy nagyon fontos, ezt el akartam, hogy mi minden évben megkérdezzük az olvasót arról, hogy mit szeretne olvasni, meg kit, meg stb. Dévényit lehet csavazni most itt, és ez most is benne van, úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan lapot csináljunk, amit az olvasók szeretnek, úgyhogy aki teheti, az x-eljen online is teheti, vagy a labban is, és visszaküldi, és akkor mindenféle báránykás dolgokat küldünk ajándékba a kisorsoltaknak. Akkor várjuk a véleményüket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük.